Bőbőre csatornámon. Először is nagyon boldog karácsonyt így utólag is mindenkinek, és előre nagyon boldog új évet, hamarosan 2020. A mai videóban 10 ruha lesz, pontosabban 8 ruhadarab, egy csizma és egy táska. Ami érdekesség, hogy az a 8 ruhadarab, az csak is kizárólag fekete színű. Úgyhogy akit érdekel, hogy miket válogattam ezúttal, az maradjon velem. Mint ahogy a korábbi videóban megszokhattátok tőlem, ezúttal is fogjátok látni a ruhákat rajtam, a modellen, és így is megmutogatom őket, itt vannak mind mellettem. A legfontosabb információk, amiket érdemes tudni a Shein webshopról, az, hogy Kínában készülnek ezek a ruhák, onnan érkeznek, körülbelül 2 hét alatt itt vannak, nekem általában DPD vagy GLS futár hozza, $50 felett általában ingyenes a szállítás, és szerintem árérték arányban nagyon jó dolgokat lehet ott találni. Korábban azt mondtam, hogy például a farmereket nem annyira érdemes, vagy bőrhatású dolgokat, de igazából most az utóbbi időben azt veszem észre, hogy szinte bármit rendelek, összességében elégedett vagyok mindenféle anyaggal, típussal, színnel, stb. A mai videóban lesz plüss, lesz csipke, lesz műbőr, vagy bőrhatású, és nagyon sokféle anyag. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok hozzászólni. És ami még fontos információ az az, hogy van egy kuponkódom, ki fogom írni a képernyőre, be fogom rakni az infoboxba, illetve minden ruhához be fogok rakni linket az infoboxba, és azt hiszem, hogy ezek a legfontosabbak, kezdjük is el. Az első akkor legyen egy crop top, egy ilyen hát fekete plüss felső, viszonylag mélyen dekoltált, és elég széles itt a dekoltázsa, és egyébként hosszú ujjú, ugye ez egy crop top, tehát hogy elég rövid itt a mellrész alatt, XS-es méret, van egy szivacsbetét itt a mellrésznél. Én szerettem volna egy olyan felsőt, ami egy kicsit extra, hogyha mondjuk szórakozni megyek, akkor ne egy ilyen nyakig zárt ruhába menjek, hanem egy kicsit olyan, tudjátok. És erre esett a választásom, nem kell hozzám eltartót venni, de amit észrevettem az, hogyha valakinek egy kicsit nagyobb a mellmérete, akkor ez a merevítő ugye felcsúszik itt magasan, ezt mutatom is a kis videón, tehát melltartó nélkül szerintem furán áll, melltartóval meg már egy kicsit túl sok, mert ebben is van egy vastag szivacsbetét. Én szerintem azt fogom csinálni, hogy kifogom belőle valahogy operálni ezt a szivacsbetétet, és szerintem úgy egy normál pán nélküli melltartóval teljesen jó lesz. Egyébként alapvetően elégedett vagyok vele, szép az anyag, rendben van a szabás, a méretet mondtam. Ja, ami még a videó elejéről elmaradt, az az, hogy én 163 cm magas vagyok, és jelenleg olyan 48 kg kb. Szóval általában XS-es darabokat szoktam rendelni. Ez volt az első. Szerintem fel fogom menni egyszer-kétszer, úgyhogy ez like. Oké, a második darab az egy body. Csipkebody fekete. Már nagyon régóta szerettem volna egy ilyet, és nem feltétlenül a hálószobába, hanem inkább ilyen különlegesebb alkalmakra, mint például egy szilveszter, és erre esett a választásom. Ez is egy XS-es méret, ha jól emlékszem. Rendben van méretben, talán az ujjai lehetne egy hangyányit szükebb, de alapvetően nincs vele probléma, látjátok a kis videón. A hátulján ezt a megkötőt ezzel a kis bojtal nem teljesen tudom értelmezni, de majd rájövök. Cipzáros, ugye, alul a body az ilyen patentos, és kissé milyen dekoltált, nem is kissé. Fel tudtok hozzávenni ugye egy fekete melltartót, melltartó nélkül én nem javaslom, de hát ezt mindenki maga dönts el. Nekem tetszik, én nagyon örülök neki, és egyébként gondolkodom, hogy meg fogom ezt rendelni vagy más színben is, vagy ehhez hasonlót, mert én nagyon szeretem a csipkét, nekem nagyon bejönnek a csipke cuccok, úgyhogy jó volt a második, és ő is like. Oké, jön egy olyan darab, amit nem tudok eldönteni, hogy jó-e vagy sem. Ez pedig egy ilyen bőrhatású blézer, igazából. Ilyen kicsit érdekes itt a derék résznél, eléggé kijön itt a csípő résznél, úgy van szabva. XS-es méret ez is. Alapvetően rendben van a szabás, van benne egy kis váltömés, és
Nekem az anyaggal sincs nagy bajom, de például, amikor Gergő meglett rajtam, ő azt mondta, hogy szerinte erről ordít, hogy egy ilyen olcsó, ő így fogalmazott. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla. Szerintem én ezt abszolút el tudom képzelni egyébként egy ilyen nyár este hűvösebb, vagy egy ilyen enyhébb őszi vagy tavaszi napon kabát helyett bármilyen eseményre igazából. Egy kicsit olyan, mint egy műbörcseki. Nekem nincs vele gondom, de nem tudom eldönteni, hogy igaza van-e Gergőnek abban, hogy látszik rajta nagyon, hogy ilyen olcsó műbőr, vagy nem látszik. Bár lehet, hogy a felvétel annyira nem adja vissza, szerintem élőben nem néz ki rosszul. Írjátok meg, mit gondoltok róla? X-es-es. Akkor jön a negyedik darab, ami egy ilyen, hát igazából egy ilyen párduc mintás, de ugye fekete, plüssös, stretches anyagú mini ruha, szintén XS-es méretben. Most főleg olyan darabokat válogattam, amiket ugye ilyen szilveszterre, akkor különböző bulikba, vagy vacsorához, tehát egy kicsit ilyen elegánsabb, szexisebb darabokat, és így esett a választásom erre is, nagyon tetszik a ruha. Igazából minden szempontból rendben van, nem tudok róla rosszat mondani, kellően szűk ott, ahol szűknek kell lennie, kellően stretches, nekem tetszik az anyag, talán egy picit átlátszik, tehát egy kicsit átlátszik, igen, így látszik. De szerintem fekete arisnyával, fekete-fehér nemükkel, alsó nemükkel, ez teljesen rendben van. Úgyhogy ő is van, és ő is like. A következő egy plisszírozott szoknya, ami nem rakott szoknya, mint utólag megtudtam. Róla van szó, ez is egy XS-es darab. Nekem nagyon tetszik. Gergőnek nem tetszett egyáltalán, de ezen nem csodálkozom. De szerintem ezek most nagyon divatosak, és teljesen rendben van. Ez egy anyag, tehát nincsen ilyen alsó szoknyája, és ugye ezt pont derékig kell felhúzni. Egy bőrhatású, fekete, plisszírozott szoknya XS-es méretben. Nekem tetszik, és most erre csak simán azt mondom, hogy örülök, hogy megrendeltem. Akkor jöjjön ismét egy ruha, ami szintén egy fekete, egybe ruha. Tudjátok, én szeretem az olyan darabokat, amik egy picit szélesítik a vállam, ezért választottam ezt a ruhát. Ugye ennek ilyen puffos ujja van. Ez is viszonylag mélyen dekolt, tehát most úgy látszik, ilyen hangulatban voltam, hogy csak ilyeneket választottam. Ez egy ilyen sima, stretches, műszálas anyag, nem túl vastag, hátul cipzáros. Hát színházba abszolút el tudom képzelni, de egy csajos estére is, vagy egy vacsorához a pároddal igazából. Ez egy kicsit ilyen univerzálisabb darab. Ez is XS-es méretű, pont jó a hossza, és teljesen elégedett vagyok ezzel is. Nyilván nem egy Gucci minőség, de szerintem árérték arányban szuper, úgyhogy neki is örülök. Akkor jön egy szintén bőrhatású rövid nadrág, ami hátul klasszik rövid nadrág, de elől olyan, mint egy szoknya. Viszonylag mastag ez a bőrhatású anyag, tehát a belseje egy kicsit ilyen puha, ilyen plüssös, vagy nem is tudom, de ugye kívülről ilyen, nagyon kényelmes viselni, teljesen jó a mérete, egy nagyon picit stretches, és ez is XS-es méretű. Abszolút tetszik. Ezt még simán egy jó kis fekete csizmával, egy pulcsival el tudom képzelni, egy vastag harisnyával bárhova. Jó, nem a játszótérre, de majdnem bárhova. Talán egy picit rövid. De hogyha bevállalósabbak vagytok, akkor simán. Úgyhogy ő is van, és ő is like. Oké, jöjjön az utolsó ruhadarab, amivel kapcsolatban szintén vegyes érzéseim vannak. Ez nagyon megtetszett a képen, tehát ez egy szintén bőrhatású mini ruha, ami benne extra, hogy ugye az egyik oldalt hosszú ujjú, a másik oldalt meg ugye pántos. Ez egyébként annyira nem mélyen dekoltált, szűk, oldalcipzáros, és ez is egy viszonylag stretches anyag, kényelmes viselni, XS-es méret, de egyrészt lehetne egy nagyon picit talán stretchesebb az anyag, vagy segítene rajta, nem lenne ennyire vastag,
hogy merev, tehát egy nagyon picit rugalmasabb lenne és vékonyabb az anyag, és lehetne szűkebb is egy fokkal. Nagyon nehéz volt állítanom ezt a pántot, ez látszik is a felvételen, hogy ilyen nagyon hülyén áll a hátamon. De ettől függetlenül, mikor úgy visszanéztem a felvételt, úgy alapvetően tetszett magamon. Szóval szerintem fel fogom én ezt venni, vagy eladom, majd meglátom. Úgyhogy ő ilyen, meglátjuk. A következő darab az egy táska, ez az utolsó előtti, ugye egy kigyógörmintás kis, hát inkább buliba, és olyan eseményekre való táska, ahol nem kell sok mindent vinni, nem a játszótér. Ugye van egy ilyen kis elfordítós kis kapocs, két része van, túl sok mindent ugye nem tudsz beletenni, belső zseb az nincs, semmi extra. De igazából nem is vártam egy, nem is tudom, Louis Vuitton minőséget. Nekem tetszik. Én egy párszor szerintem fel fogom menni, mert alapvetően tetszik a design, meg rendben van, és szeretem a változatosságot. Én eleve szeretek úgy öltözködni, bárhova is megyek, hogy mindig más stílus, más ruhadarabok. Már csak emiatt is jó, hogyha van egy jó pár táskád. Oké, és akkor a végén jöjjön a csizma. Nagyon féltem csizmát rendelni a Shein-től, mert ugye eddig még soha nem rendeltem se csizmát, se cipőt, semmilyen lábbelit. És ugye, mint mondtam, ezeket Kínában gyártják, és hát azért a kínai cipőkről nem a legjobb a hír, úgyhogy eléggé tartottam tőle, de teljesen jó ez a csizma, róla van szó. 35-ös méret, ugye ez egy ilyen harisnya csizma, tehát elég szűk a szára, kicsit ez a velúr bőr anyag, de nyilván nem bőr. Ilyen pont olyan méretű a sarka, ami nekem még viszonylag kényelmes, tehát viszonylag sokat tudok benne sétálni, ez ilyen 8 centi az hiszem, de a leírásban megtaláljátok. Ez 35-ös, ezt mondtam is, és teljesen jó, annyi, hogy én raktam bele egy nagyon pici talbetétet, egy olyat, ami a talpam közepénél vastagabb, mert azt tettem észre, amikor először felpróbáltam, hogy mintha a talpam közepén nem érne le benne teljesen. Ez ugye a magas alkú cipőknél előfordul, és úgy meg nagyon kényelmetlen. Szóval beleraktam egy olyan talbetétet, aminek a talpam közepénél ott egy picit vastagabb, és így tök jó, így teljesen hordható és kényelmes. És még egy információ csizmával kapcsolatban. Talán érdemes egy számmal nagyobbat rendelni. Tehát nekem ugye 35-ös a lábam, ez is 5-ös, de például egy picit is vastagabb zoknival már nem tudom felvenni. Tehát kb. Csak nylon harisnyával, vagy ilyen nagyon vékony cérna zoknival lehet felvenni, mert pont jó. És ezt úgy mondom, hogy nekem pici 5-ös a lábam, tehát hogy hosszra is nagyon pici, meg nagyon keskeny is a lábam. Tehát, hogyha így két szám között van a lábatok, akkor mindenképp a nagyobbat rendeljétek. Hogyha. Meg szerintem egyébként ez minden cipőre jellemző ott a Shein-nél, de mindenképpen ugye érdemes megnézni a visszajelzéseket, hogy más vásárlók miket írtak az adott ruhadarabról. Úgyhogy őt rendeltem még, és mivel ilyen elégedett vagyok vele, szerintem egy tök szép csizma, ezért tudja, hogy fogok még onnan rendelni csizmát vagy cipőt, mert egyébként 35-ös méretben nem könnyű Magyarországon szép, nőies, magasarkú cipőket találni. Ennyi. Ő volt az utolsó, és ő különösen like. Oké, megmutattam az összes ruhát, cipőt, táskát. Remélem, hogy tetszettek. Mint említettem, minden ruhadarabhoz megtaláljátok a linket az infoboxban, a kuponkódot is megtaláljátok az infoboxban, és ha van kérdésetek, akkor írjatok nyugodtan. Ennyi fért a mai videóba. Én nem ragozom tovább, ha tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot, megtaláltok a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a Snapchaten is, glamify.hu néven, és nem sokára ismét jelentkezem. Boldog új évet mindenkinek, sziasztok!